Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nagyon örülök, hogy itt a vita végén végül Fazekas miniszter úr is itt van, és hallgatja ezt a vitát. Kérdés egyébként, hogy a vitának a tartalma, amit eddig hallhattunk a kormánypárti képviselők részéről, az mennyire hiteles, egyrészt, ahogy képviselőtársam is már említette, másrészt pedig ténylegesen mennyire az említett témáról szól, de hát ezt sajnos már megszokhattuk. Miniszter úr, most számtalan kérdést tudnék egyébként önnek föltenni, szeretnék a tárgynál maradni, de minden esetre megemlíteném, hogy azért ez a föld kiárusítás, az, hogy 380 ezer hektárt, ami értékét tekintve 3-400 milliárd forintra rúg, ennek a másfél hónap alatti villámgyors kiárusításán kívül még ugye számtalan fogalmazhatok úgy, hogy botrány is fűződik az ön nevéhez, és hát enyhén szóval nem bizalomgerjesztő, hogy szintén ön az egyik, aki fémjelzi ezt az akciót is. Itt sorolhatnánk akár Kis Szilárdot, aki ugye agrárattasének lett kinevezve személyi biztonsági tanúsítvány nélkül, Horváth István sertésügyi miniszteri biztost, a parlagfű 1%-ot, amit ugye teljesen más dolgokra költöttek el, illetve azt, hogy ugye sikerült befektetni Questor Hungária ügyben is, és azért 100 milliós nagyságrendekről beszélünk. Na de visszatérve, szeretnék reagálni egy pár felvetésre. Ugye itt Bitai Márton államtitkár úr és Horváth István képviselő úr is ugye nagyon sokat mesélhetne szintén a trafik mutyiról. Horváth Istvántól szeretném megkérdezni azt, hogy a földekért hány kopogtató cédulát kell összegyűjteni? Mert nincsen kopogtató cédula. Hány aláírást kell? Csak ön ezt említette ugye azon a bizonyos felvételen, tehát emiatt így kérdeztem, hogy biztos érthető legyen, hogy mennyit várnak egyébként 18-ra ezért. Illetve azt mondta azon a felvételen, hogy jobboldalinak kell lenni. Ez nem jobboldal, amit önök csinálnak. Ez nem jobboldali politika, ez nem konzervatív politika. Ez a konzervatív politikának a szégyene, ugyanis kizárólag az üzleti érdekeikről szól. Nincsen agrárpolitika, semmilyen más politikája a kormánynak, tisztán üzleti és magánérdekek vannak, évek óta ezt látjuk. Tehát nagyon kilóg a lóláb. Kérdés az, hogy mi az oka annak, hogy ilyen villámgyorsan másfél hónap alatt adnak túl ezeken a földeken, és egyáltalán mi indokolja, miért gondolják azt, hogy ezek a földek nincsenek jó kézben, hogyha állami kézben vannak. Miért gondolják azt, hogy bármilyen pozitívum származhatna ebből, miért érvelnek ezzel, amikor látszik, hogy alapvetően inkább magánérdekek állnak amögött, hogy privatizálni akarják ezeket a földeket. Hiszen, hogyha állami tulajdonban van a föld, és egy állam megfelelően gondolkodik, struktúrában, jogállami keretek között működik, akkor igenis megvan az a lehetőség, hogy munkahelyeket teremtsenek ezzel, akkor ténylegesen meg lenne az a lehetőség, hogy fiatal gazdák tudjanak gazdálkodni, és ez perspektíva lehetne ténylegesen a vidéken élők számára, abban a konstrukcióban, amit képviselőtársaim többször említettek. Látszik egyébként, hogy pusztán a magánérdekek vezérlik önöket. Már csak abból is, hogy egy kormányhatározatról beszélünk, hogyha igazán az ország sorsa, igazán a pozitív megoldások érdekelnék önöket, és az előremutató megoldások, és nem a magánérdekek vezérelnék, akkor nem ilyen formában valósítanák ezt meg, hanem igenis a megfelelő formát választanák ehhez. Látszik, hogy nem ez a cél. Már a bérleti pályázatoknál látszott az, hogy olyanok nyertek földeket, akiknek semmi közük nem volt ehhez. Most sorolhatnám én is, hogy műkörmösök, mindenféle más foglalkozásból jövök, de egy dolog biztos, hogy azok, akik évtizedek óta művelték azt a földet, azok elestek ettől a további lehetőségtől, veszélybe került a családjuknak a megélhetése, és látszott, a számtalan eset volt rá, hogy állattartók, állatok százait kellett levágják amiatt, mert mások kapták meg ezt a földet, és ez mind-mind a kormánypárti képviselők és a kormánynak a lelkén szárad. Ne gondolják azt, hogy egyébként ennek nem lesz következménye. Tehát láthattuk, hogy olyan bástyát épített, és olyan rendszert épített ki
ez a kormányzat, természetesen a kormánypárti képviselőknek a támogatásával, ami minden szempontból önöknek dolgozik. Viszont ennek egyszer vége szakad, és mint ahogy elmondták képviselőtársaim, mindent, ami tőlünk telik, ami képviselői eszközökkel és törvényes eszközökkel dokumentálható és számon tartható, a számon lesz tartva, és az illetékesek előtt igenis el kell számoljanak majd ezekkel a tettekkel. És itt megy ez a szöveg, hogy a fiatalokat segítsük. A fiatalok menekülnek az országból. Teljesen mindegy, hogy mivel foglalkoznak, akár orvosok, akár vidéken élők, akár olyanok, akik gazdálkodni is szerettek volna, vagy ez perspektíva lett volna, hiszen ez a család, ilyen családban nőttek föl, és egy nagyon pozitív szemléletet kaptak ebbe, és ez a jövőjük. Azok is menekülnek ebből az országból. Kikre gondolnak, amikor arról beszélünk, hogy kisebb földeket, ugye a kicsi földeket megkaphatják fiatalok, és akkor majd tudnak rajta gazdálkodni, és van önerejük is. Nézzünk meg egy pár példát erre, jó? Mondjuk János Somorján 28 hektár, 55 millió forint. Kímlén 11 hektár, 35 millió forint, 75 hektár, 185 millió. És Moson-Magyaróváron 70 hektár, 132 millió forint. Na most nyilvánvalóan önerővel is minimum 10%-kal rendelkezniük kell ezeknek a fiataloknak. Hol vannak 20%-a? Hol vannak ezek a fiatalok? Kik azok, akiknek ennyi pénzük van, hogy ezzel rendelkezzenek? És hozzáteszem, hogy most olyan emberekről beszélünk, akik mondjuk most 30 évesek, fiatalok, tegyük föl, még lenne ennyi önerejük is, 36 év múlva tudják használni a földet és tudnak gazdálkodni, 66 évesek lesznek akkor. Tehát kérdezem, hogy milyen fiatalokról beszélünk. Látszik az, hogy egy teljes átverésről van szó. Megy a kormányzati kommunikáció, megpróbálják megindokolni ezt a privatizációt, de teljesen átlátszó az egész, és látszik az, hogy az a gyakorlat, amit láthatunk, akár Mészáros Lőrinc esetében is, az, hogy olyanoknak játsszák át a földet, olyanoknak adják oda akár a bérletet is, akik a kormányzathoz kötődnek, akik haverok és nyilván lojálisak, kérdés, hogy aláírásokért éppen, vagy más előnyökért, ez az, ami egyébként a pofátlanság, hogy ezt megmerik tenni, és kimerik szolgáltatni az embereket, kimerik szolgáltatni a vidéken élőket ennek. Úgyhogy nézzenek magukban, legyenek kedvesek!